köszönjük, mennyei atyánk, azt, hogy megtisztelsz jelenléteddel. Nagyon sok dolog, nagyon sok jó dolog történik, nagyon sok jó dolgot kaptunk már tőled is, de amire igazán vágyunk van, az te vagy, a te jelenléted, a te érintésed, a te szavad. Semmi más nem érhető fel azzal, amikor ránk nézel, amikor közelünkbe vagy, amikor megérinthetjük a ruhádat. Ezért ezt valljuk meg itt valamennyien közösen, hogy mi szükségünk van rád, hogy éhezünk, hogy szomjazunk, hogy többet akarunk belőled. Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Kér, foglaljatok helyet. Igen, köszönöm szépen a stópert, azt kicsit beindítjuk. Pedig készüljön most jön a világosság. Jó, az neked nem nagyon rossz vagy. Hát te vagy a szemüveges Pili. Csak szemültét után van és érzékeny szemem. Na, óriási szeretettel köszöntelek benneteket. Folytassuk azzal, hogy minden kedves önkéntesnek és szolgálattestvérnek óriási nagy tapsot kérjük szépen. Rengetegen működtetek közül, ez a nap ilyen szépen összejöjjön. A következő egyből egy technikai infó lesz. Mi a helyzet, kis herceg? Jelenleg ilyen frekvencián kommunikál, és általában nagyon korán reggel kezdi, és néha emiatt lassabban jön vissza az öröm. De amikor tudod, már megvan a pillanat, hogy te is ránézel, és felismered, és ő is, és ő is felismer, onnantól jó. És akkor ettől egy zálmaidba betör ez az ilyen delfin. Félig delfin, félig ilyen különlegesen színes papagájok a forró égőmről. Azt mondjuk, hogy van a kérdező. De az elején, most már 7 hónapos, az elején még ilyen kisebb vadállathangok voltak, ilyen kismacska, hiúz, kis oroszlán, ilyesmi. Úgyhogy ez így alakul. Elvileg hamarosan magyarul fog megszólalni. Ezért ez fájt. Következő is egy technikai információ lesz. Ha úgy érzed, hogy vagy a jobb kezed, vagy a bal kezed felől nem egy emberül, hanem egy papír, egy táska, egy kabát, akkor az bátran vedd le, ha csak nem konkrétan foglalod valakinek, vagy akár a kép mozdóban, vagy épp imádkozik. Azért ne lepődjön meg, hogy visszajön ezt a foglalat a helyen. De hogy még hátul vannak jópán, akinek nincsen helye, úgyhogy szorítsunk nekik helyet. Gyertek bátran előre. Ja, vannak még helyek. És minél közelebb vagyunk egymáshoz, az azt jelenti, hogy annál jobban szeretjük egymást. Nyitó üzenettel szeretnénk folytatni a napot. Tamás, itt előre lehet hűvölni. Van átunk Biblia, akkor most vegyétek elő. Akár telefon, tablet, laptop is jó. De legjobb a nyomtatott. Ezt fogjuk megnézni az egész napi koncepcióra, konferencia koncepciójára. Próbáltam összegyűjteni néhány dolgot, és ezt szeretném most átadni nektek egyéb üzenetek kíséretében. Ami a legfontosabb folytatásként, hogy Isten gyönyörködik benned. Ahogy most itt együtt vagyunk az ő jelenlétében, Isten gyönyörködik bennünk. És az egyik legnagyobb dolog, amiről szól a konferencia, hogy ebben a szeretetben, ebben a gyönyörködésben megfürdőzünk, és ezzel kapcsolatban is szeretnék majd mindjárt megosztani egy látomásszerűséget, amit nappali jött, vagy kaptam ima közben. Nemrég volt iszonyatosan erős, hát nálunk a nappalik azok a házi csoportok, és volt egy ilyen nagyon erős összejövetel, amit ott a csapatban megosztottam, de azóta Zsófi kivételével direkt senkinek, és szerintem király lesz. Jó, van még a csomagotokban egy olyan papír, hogy a céltudatos gyülekezettel kapcsolatban látok információt.
papír egyik másik oldalán is, tehát egy papír mind a két oldalán. Ez fontos, hogy az egész naphoz recurrent céltudatos gyülekezetet, vagy céltudatos életéből vettünk át milyen koncepciót és ilyen alaplátást. Ez a két oldal ennek a papírnak, ez konkrétan céltudatos gyülekezet könyvből van kimásolva. Ez azért fontos megjegyezni. No, szóval készen álltok a folytatásra? Ez egyszer az első két sor. Hát a hátsót is csak messzebb vagyunk egymástól. És nem hallom annyira, hogy Dani újjon. Nem is hallja. Dani. De úgy hátul lehet hallani, vissza a hangfal. Jó, nem. No, szóval az volt, hogy néha történik ilyen dolog, hogy kezdjék ezt, hogy egy kis csoport vagyunk, és Isten szól. Az elég jó dolog. Anélkül sokszor nem annyira jó. Nagyjából nagyon szép az a hasonlat, meg az a párhuzam, ami a Bibliában folyamatosan van Isten és az ő népe között, és egy férfi és egy nő kapcsolatában, a házasságban, ami zajlik. Nagyon sokszor nagyon hasonló ez a két élmény, és mind a két esetben nem annyira jó, hogyha a másik nem szól hozzánk. Viszont ha jó az, hogyha szól hozzánk, az sokszor hiányzik, van helye a csöndnek is, meg a várakozásnak is. Főleg néha Istennel kapcsolatban érzem ezt, hogy azt szeretném vinni, hogy jó, meg van helye, de néha túl sokszor, nem? Ez nem annyira jó. És akkor így imádkoztunk, együtt voltunk, és jött egy ilyen kép, tudod, néha úgy jönnek ilyen képek, akár szavakban, akár képekben, hogy tart egy darabig, valamikor rövidebb ideig, valamikor hosszabb ideig, hogy nem tudod, hogy most ez a sajátod. Tudod, elindulnak a gondolataid, túl sokat történik, sok veled a kávé, vagy sok fura élmény van mögött, és nem tudod, hogy a sajátod. Jöti közben csinálod, és jó. De vándorolnak a hangok. És nem mindig tudjuk, hogy ez a saját játékunk a fejünkben, vagy Isten szeretne hozzánk szólni. És amikor ráállunk erre a vonalra, hogy Isten elindít bennünk, akkor az elkezd kibontakozni, és elkezd ezt folytatni. És azt láttam, így magamat láttam, vagy magunkat láttam, egy embert láttam, így nagyjából egy sötét kép volt, és a közepén volt egy ember, és azt láttam, hogy Isten így van valahol a távolban, és egy ilyen fénycsóva köti össze a két szemét. Ugye Isten felől jött egy fény, és az ember felől is jött egy fény, és a kettő valahogy találkozott, valahogy összefonódott, és nagyon lehetett tudni, hogy most honnan mozog, vagy milyen irányba mozog ez a fény. És ilyen nagyon gyorsan mentek bennem a gondolatok, de ilyen nagyon nagy képi állt össze a dolog. Azt láttam, hogy ami történik ebben a fényben, az a dicsőítés, az az imádat. Ami egy olyan dolog, egy kétoldalú dolog, Isten is részt vesz benne, mi is részt veszünk benne, és Istennek is jó, és nekünk is jó. Az milyen szép, hogy Istennek valahol örömet okoz, hogyha imádjuk. De ugye erre mindenféle koncepciónk van. Én nagyon sokáig az a fajta ima életem volt, szerintem legalább 10 évig megtérésem után, hogy köszönöm, kérek. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ásfőről köszönöm, felkeltel a bénys, felkeltel, ő is itt van, mi is itt van, Jézus, te is itt vagy, köszi, kaja, étel, nap. És így köszönjük meg a dolgokat. És akkor valami hiányzik, ezt felteszik a listára, mint a bevásárló listát, ott van a hűtőre, és akkor valaki majd hozza, ha nem én, akkor ő. És nekem nagyon sokáig, konkrétan ez a két dolog tette ki az ima életemet, hogy kérek, köszönöm, a hálaadó ima és a kérő ima. Nem tudom, hányan vagytok ezzel így, az ismerőse ez a... Miért fogok ilyet csinálni, hogy így mozogjunk, most szabad feltének ezeket. Jó, négyen vagytok. Ezt az öt is, gyerekek. Mi történik? Még reggel van, nem? És nekem nagyon hosszú idő volt,
mire megérkeztem abba, hogy dicséret, vagy dicsőítés, vagy imádat. A hálaadás és az imádat között nagyon röviden kb. Az a különbség, hogy a hálaadás, amikor valamiért hálát adunk. Történik valami, van egy konkrét valami, és azért hálát adok. Ami igazából tovább viszük a gondolat, ez igazából rólunk szól. Mert ugye mi kaptunk valamit, és hát köszönöm. Hogy ne lenne jó kapni valamit? Legjobb. Nagyon jó. És ezzel szemben az imádat az egy olyas valami dolog, ami Isten személyéről szól, hogy azért imádod őt, azért dicséred őt, egy olyan kifejezés fajta, ami róla szól, aki ő. Nem amit ő tett értem, hanem aki ő. És ezt láttam, hogy ez, van ez az ember, és van Isten személy, és egy fénycsóra köti össze a kettőt, és az ember ez egy dicsőítő állapotban volt. Nem tudom, mennyire furcsa így elképzelni a dicsőítést, az imádatot, és nem baj, hogyha a zene eszünkbe jut erről, mert az egyik legerősebb formája, de ugye nem csak a zenei formája van. Nagyon hasonló, hogy az egész a szerelmi vallomáshoz. Ugye azt nem csak úgy lehet, hogy azt mondom, hogy szeretlek, hanem lehet rózsával, vagy ibolyával, kék, ne felejts el, mosogatással, vagy pelenkázással. Az is szeretet egyik kifejezése, pelenkázás. És ugye azt láttam, hogy az ember egy ilyen imádó állapot volt, egy dicsőítő állapot volt, és találkozott ez a két fény, és dolgok történtek. Dolgok történtek abban az emberben, és azt láttam, hogy a két dolgot, az egyik, hogy ez a fény, ez ilyen hihetetlen erős volt, és konkrétan átment az emberen. Tehát így nem tudom, így vagy, és nem csak így beléd jön a fény, hanem így átmegy rajta a fény. És láttam a három idő síkot láttam. A múltat jelent a jövőt, hogy ebben az állapotban a múltat felperzselte ez a fény. Ugye a fénynek van hőenergia, és őt is kibocsát a fény, és felperzselte a múltat. A jelent azt helyre rakta, irányba állított, a jövőt pedig megtöltötte reménnyel. Egy ilyen iszonyatosan erős fény, lehet, hogy voltak egy-két ember, hogy fura ezeket befogadni, de nem baj, Isten jó, mindannyian egy kicsit furák vagyunk, és nagyon sokat imádkoztunk az elmúlt héten, meg hónapban, meg bőjt, meg mindenféle dolgok voltak. Milyen, hogy éjséggel és szomjúsággal találkozunk ma. Úgyhogy hiszem, hogy ez az alapállapot, ez az elő feltétel annak, hogy kapjunk minél több dolgot is. Tehát azt láttam, hogy átalakultak az idősíkok. Abban a pillanatban, amikor létrejött ez a dicsőítő állapot, az ember felül is. Mert Isten felől nem kérdés, hogy szeret minket. Amit a kereszten tett értünk 2000 évvel ezelőtt, annál nincs erőteljesebb bizonyítéka, nincs erőteljesebb jele és kifejezése annak, hogy ő mennyire szeret téged. És engem, minket. Mindennyiunkat. És a másik dolog, ami történt, hogy ennek az embernek ebben az állapotban elkezdődött sejt szinten átíródni a belsője. Amikor belépett az ember ebbe az állapotba, a dicsőítő imádó állapotba, akkor elkezdtek átalakulni a gondolatai, elkezdtek átalakulni az érzelmei, elkezdett átalakulni a látása, a hallása, a szaglása. És tudod, ezen azért után kicsit gondolkodtam, hogy és aztán teljesen véletlenül jöttek elém ilyen információk, tehát elkezdtem utána nézni, meg feleségemet is tudakoltam, egy pszichológus és akkor biológiában egy kicsit jobban otthon van, mint én. Hogy van ez így a biokémia, vagy hol tart ma a tudomány? És véletlenül elém jött egy ilyen dolog, egy viszonylag új tudományág, amit Magyarországra Falus András biológus hozott be, vagy honosított meg, vagy ő a legismertebb képviselője, az ennek a tudománynak a neve, hogy epigenomika. Epigenomika, ami valami olyasmit jelent, hogy a DNS-ünk az, hát ezeket azért olvasom. Meg nagyon sokat próbáltam utána, most tudod, hogy a szavakat így legalább ebben az öt mondatban helyesen használjam. Valószínű max 90%-os sikerrel, de hiszem, hogy ettől független átmegy az üzenet. Tehát a DNS-ünk az állandó, de a kifejeződését befolyásoló faktorok, szóval hatnak, ami... Te vágod ezeket, nem? Az nem is jó. Szóval most jó furcsán, hogyha valami furcsa. Tehát
kifejeződését befolyásoló faktorok hatnak a gének működésére. Hát van egy csomóféle dolog, ami történik velünk, például, hogy hogy táplálkozunk, hogyan alszunk, milyen a kapcsolati hálónk, mit dolgozunk, hogyan érezzük magunkat, mennyit vagyunk a napon. És ez konkrétan sejtszinten hatással van az emberre. Olyan szinten, hogy valaki ezek miatt a dolgok miatt vagy egészségesen, vagy betegen. És így úgy éreztem, hogy mennyire szép és összeáll a kép. Akkor te belépsz abba a dicsőítő, imádó állapotba, és hiszem, hogy ma mindannyian legalább egy lépést előre fogunk, lépést fogunk tenni előre ezen a területen. Akkor ilyen van most merülve. No. Működjél csak? Hello. Most? Jó. Hát ugyanígy folytatjuk. Hol voltunk? Hát, hogy mindannyian hiszem, hogy itt van Isten jelenléte, és az ő szeretetében vagyunk, és bekapcsolódunk ebbe az imádó állapotba, ebbe a dicsőítő állapotba, ezen a területen egy lépést teszünk előre, és ezek a dolgok fognak történni. Én hihetetlenül erőteljesen egy picit tudod ilyen érzékenyebbé tenni, még, vagy egy hangosabb, jó? Nagyon-nagyon hihetetlenül durván hiszem, azt hiszem, hogy nem is feltétlenül van más lehetőségünk. Nagyon hiszek abban, hogy ezek történnek, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és hogy elkezdjük őt imádni és őt dicsérni, úgy dolgok történnek és megváltozunk belülről. És a körülmények nem feltétlen, de te olyan szinten változol meg, hogy nagyon jó. És akármilyen furcsa is, de ez majd, hogy nem egy kapcsoló gomb, ami bennünk van. Mi tudjuk bekapcsolni azt, hogy reggel, vagy délben, vagy délután, vagy lehet, hogy valamikor egy év kell ahhoz, amikor már Krisztus követjük, és lehet, hogy egy év kell ahhoz, hogy újra bekapcsoljuk ezt a gombot, de hihetetlen dolgok történnek akkor. Szóval ez volt az a kis kép, amit... Ez van egy-két ember, akihez ez megérkezett, ez a kép? Jó, most már hatan vagyunk. El fogunk jutni 12-ig. Jó. És kérem szépen a kis nyomkodót. Itt van, igen. Éles váltás volt ilyen. Nem tudom, melyik nap ez most? Szóval nagyon fontos folytatásként először az egész napon, konferenciánk célja, az van az információ átadás. Főleg itt nyugaton, Magyarországon, Budapesten, nyugati világhoz tartozom, ha nem lehet már hova tovább túltolni az információt, és nekünk keresztények számára is a különböző információ mennyiségeket, a tudásunkat, az ismereteinket, az már bőven megvan. Szóval a konferencia cél nem az információ átadás, hanem a transformáció elérése. Transformáció más szóval... dicsőségre, dicsőségre változás, átváltozás. Átgubozódunk pillangóba. A nap célja, hernyóban pillangó. Ha más nem is, ezt maradjon meg, szélezz meg. Jó. A napnak az olyan ige verse pedig Jézustól származik, aki így foglalja össze a küldetését. Azért jöttem, hogy életet adjak, még pedig teljes és túláladóan bőséges életet. Tehát ez a teljes élet koncepciót, ezt nem a tér találta ki, főleg nem én, hanem ezt kaptuk Jézus Krisztustól. 2000 évvel ezelőtt. Ő maga azért jön, hogy neked teljes legyen az életed. Ez mennyire fog állni? De ez már így az öröm, hogy majdnem teljesen. Ezt szerintem nagyon jöntően, hogy teljes életünk legyen. És hogy mit ért ez alatt a teljes élet alatt? Azt látjuk Máté evangéliumában, Máté 4.17. Jézus szolgálta kezdetén rögtön, így fogalmazta meg. Jézus ettől fogva kezdte hirdetni, változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez.
mert Isten királyságon megérkezett. Ez a teljes élet dolog, ez két részből áll össze. Az egyik a gondolkodásunk megváltoztatása, a másik pedig a visszatérés Istenhez. És lehet, hogy az a szó az számodra ismerősebb, hogy megtérés. Kész, aki hallott erről a szóról. Megtérés. Hallj, menjünk, becsatlakoztad. Megérkeztünk. Isten hozott, nagyon örülök. Akkor most kezdjük. Visszavonulára a stopper. Előbb beszéltünk arról, hogy az idő az megváltozik. Az idő érzékelése. A megtérés az lényegében egy archaikus, magyar nyelven egy archaikus szóhasználat a hazatérésre. Mondjuk ilyen 200 évvel ezelőtt, vagy ilyen 1848 körül, mikor valaki visszatért egy csatából, akkor azt így mondták otthon Marika nénék a faluba, hogy megtért a Józsi. Megtért. Megtért? Melyik Istenhez? És nem erre használták, hanem ez volt a hazatérésnek a kifejezése. De hogy a kettő tökéletesen ugyanaz. Mert Jézus ezért jött, hogy minket hazavigyen. Ha van benned valamilyen fajta honvágyi érzés, hogy te nem ide tartozol, akkor annak örülök, üdv a klubban. A mennyországhoz tartozunk, Isten királysághoz tartozunk. És Jézus azért jött, hogy ezt hirdesse. Hogy jó van, rendben, ügyes vagy, próbálkoztál, aranyos vagy, elismerem. Most már vége, abba adjátor is hazajöhet. Ez az üzenet, most már hazamehetünk. Tehát a teljes élet 50%-os, hogyha csak a gondolkodás megváltoztatással foglalkozunk, és 50%-os, hogyha csak az Istenhez megtéréssel, Istenhez való megtéréssel foglalkozunk. A kettő együtt, az a teljes élet. Erről ugye lesz majd egy dia. A megtérésünk lényegében a mennyei életről szól. És a gondolkodások megváltoztatása pedig a földi életről. Igazából megtérésünk után ez a két szakasz van az életnek. Az a szakasz, ami a megtérés és a koporsó között van, és ami a koporsó után indul. Az örök élet. Földi élet, örök élet. Földi élet és mennyei élet. Ebből a két részből tevődik össze az életünk. És ez Jézusnak ez az üzenete. Mi a legnagyobb és a legerőtelesebb, és nincsen semmiféle más klub, vagy csapat, vagy társaság, vagy különleges keleti ember, aki ennél erőteljesebb, ennél nagyobb üzenetet hozott volna, ami nem csak jól hangzik, de igaz is, maga az igazság. Megtérés és a gondolkodásunk megváltoztatása. Most pedig azt fogjuk megnézni, hogy Jézusnak szolgálata során volt két nagyon erős üzenete, a két parancsolatnak is hívjuk, a szeretet parancsolat és a missziós parancsolat. Két nagyon erős üzenete, sok bibliatudós szerint igazából ez a két dolog, amit ő parancsolt, amit nem ajánlott, vagy nem javasolt nekünk, hanem parancsolta az embereknek, parancsolta a tanítványainak. Ezt a két igeverset fogjuk megnézni, és hamarosan össze fog állni a kép. Egy kicsit komplexebben indítunk, több vonalról elindul egy-egy szár, és a végén összeáll, össze fog állni. Máté 22:37-40-ben ezt mondja Jézus: szeresd az örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel. Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat. És más szóval, Jézus első parancsolatának az első felét hívhatjuk imádatnak. Erre hív minket Jézus. Szeresd az örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel. Ez kicsit kapcsolódik az előző képhez, amit meséltem nektek. Három vetülete is van. Lelki, szellemi, fizikai vetülete is van az imádatnak. A vers második fele pedig egy szóval összefoglalva a szolgálat.
amiről nekünk általában keresztény, vagy a keresztény közegben nőttél fel hozzám hasonlóan, akkor egy kicsit más jut eszembe erről. Hogy előkészíteni az úrvacsorát, vagy kávét főzni, vagy kabátoknál segíteni, vagy valami ilyesmi dolog. Az Isten tisztelet alatt valamilyen fajta tevékenység, az a szolgálat. De a bibliai koncepció az jóval nagyobb és mindenre kiterjed. Bármit, amit teszünk az embertársainkért, ami a szeretetünknek a kifejeződése, az a szolgálat. Ha valakinek viszünk egy pohár vizet, vagy adunk egy pulcsit, vagy egy kabátot, Tamással, amikor legutóbb voltunk ilyen hajléktalanos, látogatós, imádkozós, szendvicsosztós dolgon, akkor belefutottunk egy ilyen úriemberbe, akinek nagyon megtetszett a Tamás cipője és az én napszemüvegem. És ő nem tűnt hajléktalannak, ám nagyon úgy tűnt, nem tudom, emlékszel, nem tudott a Gellért élem, ám nagyon úgy tűnt, hogy valami, szerintem történt vele, valami súlyos dologba kerülhetett, vagy elkövethetett valamit pár nappal ezelőtt, mert egy ilyen néhány napja így bolyogott az utcán, de amúgy egy elég normális, tehát nem egy hajléktalan figura volt, hanem pár napja már az utcán volt. És én úgy voltam, tudod, jött egy ilyen isteni pillanat, így, vagy megteltem szeretettel, most ez az a szolgálat pillanata. Szemüveg, kapok kettőt, majd odaadom. De hogy az én helyzetem az könnyű volt, mert Tamásra volt a kis vers cipője. Úgyhogy hálát adtam Istennek. Például mutattam szemüveggel. De amúgy Tamás mutatott nekem például. Szerintem nem akartam odaadni a szemüvegemet. De odaadtam, és mondtam, hogy felajánlottam neki a cipőt. Majd hozott egy cipőt neki. Következő levet. Igen. Más volt a lábméret. Szóval, hogy a szolgálat az egy sokkal nagyobb dolog, és sokkal több dologra terjed ki, mint a gyülekezeti életünk, vagy a keresztény életünk. Legyünk a következő vershez, nem? Máté 28:19-20-ban, ez Jézus másiknak parancsolata, ez a missziós parancsolat, ami a búcsúja volt apostolnak, a tanítványainak. Tehát egy nagyon súlyos üzenet, ami úgy hangzik, egyszerű fordításból idézem amúgy általában a verseket. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványul már minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe, tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindazon, amit én parancsoltam nektek. És ha leegyszerűsítjük, és tovább próbáljuk kikristályosítani azt a küldetést, amit Jézus rámbízott, akkor azt látjuk, hogy ennek az első fel az a misszió. Amit Jézus mondott, itt az első mondat, az egy szóban a misszió. Mi a feladat? Csináljunk tanítványokat. Kiből? Ki? Mindenki. Csak tudod, azért kérem a visszhangot, hogy ugyanazt olvassuk el. Igen, én is azt mondom, minden ember. Az mennyi? Sok. Hogyan? Mit tudom én? Hiszen, hogy mindannyiunknak ezt tanítja a Szent Szellem a saját helyünkön, a saját elhívásunkban. Az jelenleg talán már majdnem 8 milliárd ember. Grandiózus küldetés. Van az Apple-nek is küldetése, az is nagyon fontos, kedves, bájos, ügyes. Bár most már talán már naplementeljük valat. De hogy talán még egy kicsit komolyabb. A középső része a második, vagy hát a két harmad, vagy a... Az egyszerűen úgy fordítjuk össze, hogy közösség. És ez lehet, hogy furcsának hangzik, a bemerítkezésről van szó, a bemerítésről, vízkeresztségről, de hogy lényegében ez a belépő az egyházba 2000 éve, ez a visszajelzés, ez az elbecsételése annak, hogy mi meghoztunk a szívünkbe egy döntést, ez a külső kifejezése annak, hogy igen. Ez nagyjából olyan, mint a lánykérés, ki az, aki vett már gyűrűt nőnek. Jó, azt nem tudom, miért kérdeztem, hogy most helyzet, ez a hajbalzás. Arra kell oldani a hangulatot. Templomba vagyunk. És ez egy olyan dolog, hogy szereted a nőt, hogy szeret téged, meg van, hogy igen, puszi, meg aranyos, meg mosolyog mindenki. De ugye gyűrű az a dolog, hogy hát én ennyire.
csak hogy tud, hogy mennyire komolyan gondolom, ennyire. És ez a megpecsételése a szeretetnek hasonló bemerítkezéshez. A harmadik része Jézus missziós parancsának pedig más szóban a tanítványság. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. És lehet, hogy olyan háttérben jössz esetleg, ahol különböző elvárások, vagy furcsa, akár szomorú történet is van mögötte, akár fájdalmas érvények is kötődnek, még kapcsolódnak a kereszténységhez, gyülekezethez, egyházhoz, lelkipásztorokhoz, bármi ilyesmi szakszóhoz, akkor azt sajnálom, én is átmentem ilyesmi dolgokon. És emiatt amúgy sokszor nehezebb értelmezni, nehezebb magunkévá tenni Jézusnak az üzeneteit, mert azt nem látjuk, ami oda van írva, azt nem halljuk, amit ő akar nekünk mondani. Olyan asszociációk jönnek fel bennünk, amely semmi közel se a Szent Szellemhez, se a Szentíráshoz. Viszont sokkal inkább van közel a személyes élményekhez, tapasztalatainkhoz, de hiszen ez egy olyan nap, ahol ezeket is lebontja Isten, és onnan fognak le falak és vakolatok a kis szívünkről. Mert hogy ezek erős szavak, amit itt látunk a tanítványozásnál, hogy engedelmesség és parancsoltam, nem? Legtöbbünkben nagyon erős gyerekkori élmények, gondolatok jöhetnek fel, és nehéz érthetőhoz kapcsolódni. De van olyan ismerőség, akiknek mondjuk a tanuláshoz, a súlyhoz, a tanulmányokhoz kapcsolódnak rossz érvének, ők meg teljesen ki vannak akadva az első felén ezen a tanítás dolgon. Örül, valaki tudott, hogy éppen megszabadult a gimnáziumból, vagy valamelyik részéből, és akkor Jézus követése azt, hogy most értünk végig tanulás. Tudod, néha szegény gyerekek jutnak eszembe, mert valószínűleg gyerekeinek is hasonló lesz a sorsa. 5 nap suli, nincs vége, vasárnap iskola. 6 nap suli. De hiszem, hogy ezekről nem vannak rétegek és közelebb kerülnek az üzenetek a magjához. Jó. Tehát összegezzük a képet. Több ige verset néztünk. Most elhangzott 5 szó, 2 parancsolat alapján. Mi volt az 5 szó? Nézzük újra. Ez egyből mind az 5 volt. Jó, hát ez nehéz, tudom, hogy mindegyiknek más az első, hogy számoljuk meg. Tehát akkor aki a leghangosabb, az első, imádat, szolgálat, misszió, közösség, tanítványság. Igen. Próbáljuk összeszerkeszteni koncepcióval. Történetünk Jézussal kezdődik, és Jézussal is fog befejeződni. Miatta vagyunk itt, és rá várakozunk. És ő hozta el ezt a koncepciót, az új életet, az örök életet, a teljes életet. Most azt nézzük, hogy ez a teljes élet, ez 2 részből áll. Itt kicsit máshogy lett kalibrálva a drive, vagy valami a PPT fura lett. De amúgy nagyon szép. De azt látjuk, hogy 2 részből áll a teljes élet. Ez egyik a gondolkodás megváltoztatása, másik pedig visszatérés az Atyához. Az egyik a földi életünkről szól, másik a mennyei életünkről szól. És több mint valószínű, hogy valamennyi egyik vagy másikra fókuszáltunk mind a mai napig, és most a cél, amire szeretném bátorítani, hogy azt ragad meg, ami talán egy kicsit távolabb van a másikhoz képest most hozzá, és abban próbálj növekedni és keresni dolgokat, hogy mit akar tanítani Isten. Folytatódik a képünk, mert amit az előbb néztünk, az az 5 szó, az a földi életünkhöz tartozik, ezeket most tudjuk gyakorolni. Ebben a néhány évben melyikünknek mennyi van hátra. Ezeket, ahogy gyakoroljuk, amiket parancsol nekünk Jézus, ebben megbízott, ezeknek a következményi változik a gondolkodásunk. Ahogy benne vagyunk az imádatban, benne vagyunk a szolgálatban, benne vagyunk a közösségben, a tanítványságban és a misszióban, változik a gondolkodásunk. Mi történik, ha változik
a gondolkodásod, bekiabálás alapon, milyen szavak jutnak eszetekben. Mi történik, ha változnak a gondolatok, ha változik a gondolkodásunk? Milyen, ilyen nagyon egyszerű szavak, mik lehetnek a következményei? Mi lehet következménye? Hogy? Fejlődés, igen. Másképp reagálunk helyzetekre. Türelem, az is. Ez fontos. Még. Ez a három. Hát ez így karcsú. Nem tudom, mint belevágja nekem. Mi még? Szeretetem. Paradigmaváltás, ez ki volt. Igen. Dehogy igen. Nekem egy kicsit egyszerűbb szavak jutottak eszembe. Konkrétan egy. Ez, hogy jó. Tudod, néha érdemes bonyolítani a tanítást, néha egyszerűsíteni. Most erre jutottam, hogy jó. Mert egyszerűen jó lesz. Szeretnéd, hogy jó legyen, inkább, mint rossz. Ez a válasz. És ha ezt ráhúzzuk a mai napunkra, akkor azt látjátok, hogy a nap első fele 10 órától 17 óráig földi életre koncentrálunk, és 18 órától 20 óráig a mennyei életre. És egy kicsit csaltam az elején, nem a teljes ige verset idéztem, úgyhogy tisztességes, hogyha a másik részét is behozzuk, és ezzel lekerekítjük és lezárjuk a reggeli részének ezt a felét. Tehát János 10:10, hogy Jézus arról beszél, hogy teljes életed meg túláradóan bőséges. Azt emlékeztek, az is ott volt. Azt szeretném. Az nagyon jó. És lehet, hogy bennem sokáig, még talán a mai napig is egy nagyon picit, lehet, hogy van benned olyan érzés, hogy nem, ez túl szép. És már egy picit ilyen lelkiismeret, furdalásszerűség indul el legbelül benned, hogy az nem lehet. Egy kicsit kell, hogy rossz legyen, és akkor jó. Egy kicsit kell, hogy fájjon, egy kicsit kell, hogy bántsuk magunkat, egy kicsit kell, hogy rossz érzés legyen, mert a jó érzés az nagyon furcsa. És hogy ennyire jó, és lehet, hogy erről eszedbe jut az evangélium szó magyarul, ami amit jelent, hogy örömhír. Ezt nem lehet jobban túlragozni. Maga az örömhír, az örömhír, az jó. Az jó itt is, meg jó a következő világban is. De hogy az alapsztori, amiben mindannyian születünk, az úgy néz ki, hogy a tóra azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben él, és ott folytatja Jézus. Tehát valamennyien ebbe a világba születünk bele. Tóval azért jött, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. És én csak két rövid személyes sztorit akartam ide fűzni. Írtam többet is, de azt inkább felüljét cenzuráztam. Lehet, hogy nem van. Too much. Tudod így. Jó, hogy személyesek vagyunk, de már néha tudja személyeskedő. Neki érzem magamat. De lehet, hogy nem baj. Magamban. Szemben. Szóval egyik nagyvárnak a családjának egy része Auschwitzban halt meg, és jó magamnak meg volt olyan része, olyan szakasz az életemnek, amikor fél éven keresztül keresztényként hátat fordítottam Istennek majd 2 évre, és ebben volt olyan fél év, amikor az öngyilkossággal foglalkoztam. Nem volt öngyilkossági kísérletem, de volt sok egyéb dolog. És ez volt az egyik központi gondolatom, hogy öngyilkosság, és hogy ki kéne csekkolni erről a bolygóról. Aztán igazából arra jöttem rá, hogy szoktunk arról beszélni, hogy ez a gyávváknak egy menekülés. Én arra jöttem rá, hogy ez nagyon durván nagy bátorság kell, és nekem 2 húgom volt az, akik valahogy úgy voltak bennem, hogy nem. Meg hiszem, hogy Isten kegyelme, hogy megláthassam a fiamat.
És lehet, hogy most biztos vagy benne, hogy neked is megvan a te történeted, hogy tőled mit loptak el, benned mit gyilkoltak meg, ilyen pusztítást végzett a gonoszat életedben. Ez fájdalmas és szomorú, és sajnálom. Zsófival nagyon sokat foglalkozunk emberekkel, ilyen személyes beszélgetéseken, és sok száz nagyon komoly történetről tudunk. Néha van ilyen képünk, hogy igen, van, aki furán néz ki, annak tényleg van fura történet, akik szépen néznek, azoknak nem. Vagy nem kereszt ismerőségnek, meg egyenesen az a képük, hogy mindegy, hogy néz ki egy keresztény. A falon kívül vannak a normálisok, és a falon belül, akiknek vannak történeteik. És mindig próbálom abban az elmetelenebb beszélgetés, hogy egy ilyen szolidabb tükörkép is kialakuljon. De azt az élet úgy is elintézi. Hát, hogy mindannyiunknak vannak történeteink. És ez a nap erről szól, hogy megerősödjünk abban, hogy ez a történet úgy folytatódik, hogy ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adok meg, ezzel szemben azért jöttem, hogy teljes tudálom és bőséges életet adok. És van már még valami, hát mondjuk ez fejlődik a kérdő. Azt hittad érted, hogy ilyen képek vannak még. Hát végezik rá, hogy mikor nem is nem vagyok akarjáshoz. Szóval az a neve a történetnek, hogy Burger King-ben az egyik legújabb falat. Azt hiszem, hogy ő a... Oregano King. Elég jó. Jól néz ki. Marha, husi. Nagyon jó. A szósz kicsit összeköti a friss zöldségeket, a hussal. Attól tudjátok el. Repkeznek a darabok, a reflektorfény nem is erősíti. Az Angus marha, azt mondom, olyan marha, hogy 2 éves kora előtt valaki tud, ilyen hamburger fan. Nem, akkor mondhatod bármit. Egyszer itt az egyikben elkezdtem magyarázni az egyik úriember, és nagyon jól hangzott, de semmit nem éreztem meg, de tudom, hogy az meg ilyen. 2 éves kora előtt vágják le, és úgy vigyáznak rá, úgy terelgetik. Ez nem ilyen tömeg marha. Kisebb alacsonyos részébe is. És ott a sajt se sima sajt. Csak egy műzőszetet regőztek. Hát már rég készültem. Szóval érted? Látsz egy ilyen képet? Ez egy olyan dolog, hogy valamiről tudsz, van róla információt, de ez is lehet hasonlítani az, amikor beleharapsz. És tudod, én magyaráztam még 10 percig, hogy hallod, ez úgy találkoznak itt a sajta, mert nem úgy van, hogy rétegek, hanem a sajt egybe van a marhában. És nem ilyen ízé zsemlében van, hogy nem tudom, hogy hívják ezeket vizes zsemlében, nem tudom. Nézd meg, mit vannak rajta. Fél olasz füvészkel. És az ad egy ilyen kísérletet. Tudom, akkor van egy olyan táplálék, hogy mint az elkúval, hogy most a Ruben csinálja dolgokat, egy rendes csúszda. Hogy így felmész rá, ott vagy van a tetején, mész le, van lecsengése, megérkezés, felmenet, lemenet. Tehát egy rendes történet, meg van komponálva. Most én erről mesélhetek, de majd én nem kóstolod meg. Mit értesz belőle, nem? És ugyanez a helyzet az evangéliummal. Ugyanez a helyzet Jézus Krisztusra, lehet, hogy van róla neked ismereted, tudásod. Aztán irodalomból, legalábbis nekem még nem egy házasságba jártam, de irodalomból kötelező is volt valamelyik evangélium. Tehát, hogy ilyen tudást, azt össze tudunk szedni, mert itt már 1000 éve itt van a kereszténység, vagy valaki kitalálták az egyik nagy épületben, hogy most ilyen keresztény demokrácia is van, vagy lesz Magyarországon.
Tehát, hogy ezekről tudunk, ha de Jézus Krisztust ismer, teljesen más történet. És egyetlen egy záró gondolatom ehhez, ezt az ünnepben folytatom most kicsit én nehezebb az ezenő gondolatokat. Jó, jó a menő. Az az, hogy ha van egy jó film, amit megnézve a moziba, azon nem gondolkozol, hogy azus elmondja meg a barátaimnak, nem gázol, hogy nekem tetszett, hogy ő mit fog szólni, vagy hogy a moziba, nem tudom, hogy múltkor kicsit állott volt a levegő, mert az a korlimban a lenti terem volt, és hogy nincs olyan, hogy a hőmérséklet, és ugye, ott mindig hideg van, vagy akkor meleg van az a baj. Akkor találsz egy jó hamburgert, akkor nem szenvedsz azon a gondolaton, hogy basszus, hívjam oda a barátaimat, most nem lesz-e baj, hogy egy jó hamburgerre meghívom. És ez van bennük az örömhírrel kapcsolatban. Nem lesz-e baj, hogy elmondom végül is az örömhír, nem lesz-e szomorú az örömhírtől. Nem fogom-e megbántani, hogy Jézus szereti.